Hatalmas mennyiségű víz zúdult a Karancs völgyére, folyóvá dúzasztva a máskor cénavékony Dobroda patakot, ami rengeteg hordalékot sodott magával a völgyvégi falura Litkére. Ám jött a víz az árterületen is, pedig át sem szakadt a patak gátja. Két ház életveszélyes, a harmadikból már ki is kellett költöztetni a lakókat, és egy az úttól távolabbi házból még gyereket is kellett menteni a tűzoltóknak. Van ház, ahol már egy méter magasan áll a víz. Pánik még sincs, hiszen sajnos már megszokták az itteniek az áradatot, mondta Vámos Zoltán polgármester. Ebben a hónapban, vagy 6 hétben, most 5. alkalom, hogy bennünket így meglep ez a fajta történet, ha egyáltalán meglepetésről lehet még beszélni, sajnálatos módon ezt kell kezelnünk egyfolytában. Már mindenki mindent tud a történetbe, visszatérő vendég ez a víz itt ezen a részen. Megoldás egyelőre nincs. A vihar, amilyen gyorsan és vadul jött, úgy el is ment. Igaz, közben a folytonos villámok egyike még egy kéménybe is belecsapott, amit bontani kellett, nehogy a házra dőljön a maradék. A Dobroda pedig rohan az Ipoly felé, mindaddig, amíg a határfolyó vissza nem dúzasztja a patakot.